estét kívánok! Legelőször is a mai adásban arról a szomorú eseményről szeretnék beszámolni, illetve tudósítást, konkrét képeket, konkrét információkat hozni, amelyről már azt hiszem valamennyien értesültek Tatabányán. Még mielőtt a baleset körüli képet bemutatnánk, szeretném elmondani, hogy ezután mi lesz még a műsorban. Tájékoztatunk egy olyan termék megjelenéséről, egy olyan tatabányai termék megjelenéséről, ami a BMW-n nagydíjat nyert. Egy hosszabb lélegzetű tudósítást hoztunk a csodálatosan szép orgonahangversenyről, a Május egy parki templomból, és végül pedig bizonyára nagyon sokan várják a sporthíreket, amelyben az UEFA kupa mérkőzésről, valamint a közösségi televízió amatőr tenisz versenyéről nyújtunk beszámolót. Tehát először is a baleset. Az országos lapokból, rádióból, televízióból értesülhettek már róla, hogy súlyos közlekedési baleset történt Újvárosban, a Népköztársaság útja és az Ifjú Munkás út kereszteződésében múlt hétfőn 17 óra 45 perckor. Az úgynevezett sárberki lámpák alatt összeütközött az 5-ös és a 15-ös számú helyi járat. A baleset következtében 51-en sérültek meg. A szinte azonnal a helyszínre érkező rendőrök, mentők, tűzoltók és önkéntes segítők összehangolt munkával láttak hozzá a szakszerű mentéshez. Bányocki János tűzoltó százados, a mentés vezetője. Azt hiszem, hogy az első és legnagyobb probléma a két kimondottan súlyos veszélyhelyzetbe került mentése volt. Beszorultak a sérült karosszérű elemek közé. Kik voltak ők? Az egyik sérült, egy 15 éves kislány volt, a másik pedig az egyik autóbusznak, a 15-ös autóbusznak a vezetője volt. A kislány olyan helyzetben szorult a karosszérű elemek közé, hogy a bal lába csak nagyon kemény munkával volt menthető. Ugyanez jellemezte az autóbusz vezetőjét is. Nagyon nehezítette, és hát első látszatra hosszadalmassá tette a mentési munkálatokat, hogy a két személy egyszerre történő mentéséről le kellett mondani. Ugyanis bármely sérült karosszérű elem elmozdítása azzal járt, hogy amíg az egyikről leemeljük az adott lemezdarabot, a másiknál még komolyabb sérülést érünk, vagy eredményez ez a munka, mert ezeknek a hajlása, az erőhatások úgy alakultak, hogy nem lehetett egy időben a kettőt kiemelni. És további gondot jelentett, és nehezítette a mentési munkánkat, a kifolyt üzemanyag az egyik autóbusz sérülése során. Emiatt nem tudtunk valamennyi eszközünkkel dolgozni, hát így elsősorban a gyorsvágóval, lángvágó eszközeinkkel. Amennyiben ezeket ott felhasználjuk, ez esetleg tüzet okozott volna és tovább bonyolította volna az egyébként sem egyszerű helyzetet. Menjünk fél emberek, állunk fél. Hogy emlékszik vissza a baleset pillanatára, mi történt? Hát kezdem ott, hogy a 15-ös buszon ültem, éppen mentünk ki a nyuszikhoz, és arra emlékszem, hogy beszélgettem egy barátnőmmel, aki ismerte a buszsofőrt, és átmentünk sajnos a piroson, és belefutottunk az 5-ös buszba, aminek sajnos neki vágottam, mert legelő szálltam fel az ajtónak, és ez a lábam, ez teljesen, tehát az a busz teljesen behorpadt és levent ez a lábam. Ezt viszont a testvérem emelte ki, úgyhogy ha ez is lemegy, akkor ez is nagyon megsérül. Ezen a lábamon csak a kis ujjam és a sarkam olyan, hogy... Ez a 70 perc, úgy olvastuk, hogy 70 percig szabadították ki. Hogy élte ezt át? Hát az első szavam az volt, hogy anyu, mivel szülői értekezleten volt, és ez volt a szerencsém, hogy a barátnőmnek az édesapja elment, és rögtön jött anyu is. Tudod segíteni? Nem.
nem tudtak segíteni, a legfőképp a tűzoltók nyugtattak, itattak, levegőt adtak, nehogy rosszul legyek. Mit tud nekünk mondani a baleset sérültjeinek állapotáról dr. Baross Péter? Hát kérem, az osztályunkon fekvő sérülteknek az állapota jelentősen javult az elmúlt időkben. A mi osztályunkon fekvő igen súlyos sérült kislány állapota is sokat javult, biztató a nagyon súlyosan sérült alsó végtagnak is az állapota. A többi sérült könnyebben van, egy részüknél idő kérdése, hogy mikor engedjük el, néhány nap kérdése. 2-3 azért még egy kicsit várunk. Hány sérültet vettek fel a baleset után a kórházba? Na most ezt úgy tudnám mondani, hogy kedd reggelig 10 sérült került az osztályra, pontosabban 9 a mi osztályunkra és 1 az intenzívre, de a mai napon még 2 sérült hozzá, akiket elláttunk akkor priméren, azok közül még 2 került felvételre, de fájdalmakról panaszkodtak, és biztonság kedvéért vettük őket föl, további kezelése jobb, ha szem előtt vannak végül is, és egy kicsit talán jobban tudjuk őket itt kezelni, mint hogyha bejárnak kontrollokra. Ezekkel sem lesz különösebben nagy probléma feltehetőleg. Merényi Gyula, a Vértes Volán tatabányai üzemigazgatója, hogyan fogadták a hírt? Nagy megdöbbenést keltett. Már a helyszínelés idejében is, és azt követően tapasztalhattuk, hogy az üzemigazgatóság valamennyi dolgozója, de a vállalat dolgozói körében is. Milyen konzekvenciákat lehet levonni ebből a balesetből? Milyen feladatokat határoz ez meg az önök számára? Alapvető következtetés az lehet, hogy ugye a balesetek elkerülhetőek. Sajnos a gyakorlat azt igazolja, hogy az elkerülhetőséggel egy időben azért következnek be kisebb-nagyobb balesetek. Ez egy rendkívül tragikus, sok személy sérülésével járó baleset volt. Abban erősít bennünket, hogy a megelőző, okfeltáró, majd oktató, nevelő tevékenységünket tovább kell fokoznunk. Ezt az alkalmat szeretném megragadni arra, hogy ezután is kívánjunk jobbulást és gyors felépülést a baleset következtében sérülteknek, illetőleg szeretném arra kérni a baleset körülményeit látó, a helyszínen abban az időben közlekedő gyalogosokat vagy jogosítvánnyal rendelkezőket, akik az objektív feltáráshoz további segítséget tudnának adni, hogy a tanúvallomásra jelentkezzenek. Dr. Szilágyi Imre, az állami biztosító megyei igazgatója, és dr. Kőhalmi Kálmán, a Hungária biztosító megyei igazgatója. Milyen feladata lehet egy ilyen balesetnél a biztosítóknak? Az állami biztosító az utas biztosítási szerződés alapján nyújt kártérítést. Az autóbusz utassainak személyisérülése és a podgyászában keletkezett rongálódás vagy elveszés kár miatt. Ez a szerződés azokra vonatkozik, akik a havi bérletükhöz azt a bizonyos 2 forintos részt megtartották, és havi 2 forintért biztosításba részesülnek. A biztosítás alapján halál esetén 50 000 forintot, egyéb személyi sérülés esetén 100%-os rokkantságra 100 000 forintot, annál kisebb súlyú rokkantság esetén a 100 000 forint megfelelő százalékát adja az állami biztosító. Podgyászban 12 000 forintig fizetjük a kárt. Azt hiszem, hogy a mi helyzetünk egy kicsit más, hisz nincs szerződéses viszonyunk a sérültekkel. Mi kötelező felelősségbiztosítás alapján rendezünk a károkat. Ez sokkal tágabb lehetőséget ad a károk rendezésére. Mire gondolok? Ha a sérültek között tanulók vannak, és netán nem sikerül ez évben befejezniük a tanévet, vagy fel kell fogadniuk pedagógust, aki segítőket magánúton tanulnak, megtérítjük ezt a kárt, tehát ezeket a költségeket. Ha a sérültek otthon termésben részt vettek, vagy kiestek a munkai termelésből, fel kell fogadni háztartási segédeket, akik a háztartásban segítenek, ezeket a károkat is, illetve költségeket meg fogjuk téríteni a biztosítottaknak. Ahogy meghallottuk, hogy baleset történt, rögtön felvettük a Volán illetékesével a kapcsolatot.
Eljuttatták részünkre a balesetesek listáját, és jelentős előleget folyosítottunk a sérültek részére. A legkomolyabb sérültek részére közel 50 000 fontot juttattunk el. Úgy hiszem, hogy szükség van a segítségre, hisz nagyon komoly sokot okozott ez Tatabánya város lakosaiban is, kívülállókban is, érintettekben is egyaránt. A Hungária biztosító esetében mit jelent ez a vállalás, hogy kötelező biztosítással jelentkeznek, ha valaki ezt nem tudná? Én azt hiszem, a jelentkeznek szóról annyit, hogy nem kell jelentkeznünk, hisz fölkeressük a sérülteket. Azt hiszem, jó néhányuk nem is igen tud mozogni, akik mozogni tudnak, ha úgy érzik, hogy be tudnak jönni, akkor könnyebb az eset, de mi is kimegyünk. Ez a kötelező felelősségbiztosítás annyit jelent, hogy a Magyar Népköztársaság tetén valamennyi magyar rendszámmal ellátott gépjárműnek felelősségbiztosítása van az általa okozott kárra. Tehát a polgári törvénykönyv alapján úgy tekinthetem a volán, kárt okozott ezeknek az utasoknak, hisz az utasok nem tudtak részt venni a termelésben, ahogy már mondtam, ásni kell, föl kell szedni a termést, be kell gyűjteni gyümölcsöt, különböző kár éri ezeket az utasokat. Ezeket a károkat a polgári törvénykönyv szerint maximálisan rendezni fogjuk. Léber László százados, a Városi Rendőrkapitányság közlekedési alosztályának vezetője. A vizsgálat eddigi adatai alapján egyértelmű, hogy a 15-ös autóbusz a tilos jelzést figyelmen kívül hagyva közelítette meg a kereszteződést, és ennek következtében következett be a baleset. Amit a látottakról feltétlenül el kell mondanunk. A társszervek, a különböző társszervek, a rendőrség, a tűzoltóság és a mentők együttműködése tervszerűen zajlott, és mindenképpen köszönet illeti azokat az önkénteseket és azokat a szakembereket, akik a baleset hírére a helyszínre siettek és segítettek. Tény is való, hogy az időjárás az elmúlt napokban megtréfálta a szervezetünket. A szokatlanul meleg, füllett idő bizony tompítja a reflexeket, de semmiképpen sem lehet mentsége a figyelmetlen, pontatlan vezetésnek. Éppen ezért el kell mondanunk, amit a stáb éppen egy balesettel kapcsolatos riportról hazatérőben tapasztalt 4 nappal a baleset után. A Győri útról kikanyarodva az MHS-nél a 2-es számú autóbusz vezetője nem adta meg az elsőbséget, és így egy Skoda vezetőjének, egy tanulójelzésű Skoda vezetőjének az ügyességén múlt csak, hogy most nem számolhatunk be egy újabb balesetről. A tanács végrehajtó bizottságának múlt heti üléséről, ahol a színellátásról és a távhőszolgáltatásról is szó esett többek között, Samu Tamás hozott tudósítást. Tatabánya város tanácsának végrehajtó bizottsága szeptember 17-én ülést tartott a Polgári Védelem Városi Parancsnokságán. Elsőként Sárközi Géza tanácselnök adott rövid tájékoztatást a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről. Többek között elmondta, hogy a munkásfiatalok országos találkozója tatabányai eseményei nagyon jól sikerültek, a kis fiatalok, a közreműködő üzemek és intézmények, valamint a közösségi televízió segítőkészségének köszönhetően. Az autóbusz szerencsétlenséggel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy mindent el kell követnünk a hasonló katasztrófa helyzetek elkerülése érdekében. A tanács végrehajtó bizottsága megtárgyalta a tanács 1987. évi pénzügyi tervének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót, amelyet Puskás Ferencné pénzügyi osztályvezető és Herzig Otto tervosztályvezető terjesztett elő. Ezek után Markovics István alezredes, a Polgári Védelem városi törzsparancsnoka számolt be a polgári védelem tevékenységéről. Eszerint a polgári védelem fejlesztési célkitűzései az 1985-86-os években eredményesen megvalósultak. A polgári védelem a honvédelem részeként tovább fejlődött. Tatabánya város és vonzás körzetébe tartozó tanácsi szervek tevékenységük szerves részeként eredményesen irányították a rájuk háruló polgári védelmi feladatok végrehajtását. Javult a tanácsi, üzemi, vállalati parancsnokságok szakmai felkészültsége. A törzsparancsnok külön kitért a januári hóesés okozta problémák sikeres megoldására, a vonzás körzetbe tartozó községek polgári védelmi helyzetére és a polgári védelmi gyakorlatok végrehajtásának tapasztalataira. A végrehajtó bizottság jónak ítélte a polgári védelem tevékenységét és a beszámolót elfogadta. Ezután a Komtáfő, a hőerőmű vállalat és a Tatabányai Szénbányák vállalat tájékoztatója következett a fűtési idényre való felkészülésről, a várható hő- és szénellátásról. A távhőszolgáltató vállalat beszámolójából megtudhattuk, hogy közel 20 000 lakás hőellátása történik távhőszolgáltatás útján. A távfűtött lakások aránya az össz lakásszámhoz viszonyítva országosan Tatabányán a legnagyobb.
Az elmúlt fűtési időszakban a hosszantartó igen hideg időszakok ellenére komolyabb szolgáltatási kiesés nem volt. Az előttünk álló fűtési időszakra való felkészülést sikeresnek mondhatjuk, a vállalat a karbantartási és felújítási munkákat időben és nagyon rövid idő leforgása alatt elvégezte. Arra a kérdésre, hogy tervezik-e a hőfogyasztás egyéni, lakásonkénti mérését, Kovács László, a Comtafő igazgatója a következőket válaszolta. Általános elszámolás való igaz a maga gondjaival együtt nem okoz, nem ösztönöz takarékoskodásra, de a fűtésnek az egyedi mérését nem is tervezzük, nem csak mi nem, hanem az Ipari Minisztérium, mint a tárca hozzátartó, az energiagazdasági hatósága levette a napirendi pontok közül is, a kormányprogramban sem szerepel. Többféle megokolásból, egyrészt a meglévő épületek technikai berendezése nem olyan, hogy mérhető lenne, a felszálló vezetékes megoldás nem teszi ezt lehetővé. Bármint az utóbbi időben a letásszerű elrendezés már erre módot adna, de különböző további okok a maga mérésnek a technikai kivételése nem megoldott hazai berendezéssel, egyébként elvileg megoldható lenne. És másrészt még olyan elvi kérdések is felvetődtek, hogy a lakások értéke is átrendezésre szorulna, mert egy középső lakás, ami körülvett fűtött lakásokkal nyilván kevesebb energiát igényel, mint egy szélső felső lakás. Tehát elképzelhető, hogy a fűtési díj, hogyha fogyasztás alapján történne, akkor akár kétszeres különbség is lehetne közte. Még néhány indokot mellé rakva levett az Ipari Minisztérium ezt a napirendről. Hagyta viszont napirenden továbbra is a használati melegvíz egyedi mérését. Erre készült egy keringőgolyós műszer, amiből több vállalat kapott próbára. Mi magunk is Esztergomban, 80 lakásban ezt kipróbáltuk, kb. 2 évvel ezelőtt. Igen rossz véleményt kapott ez a műszer. 200%-os bizonytalansággal dolgozott, tehát alkalmatlan volt az elszámolásra. Tulajdonképpen ez a program nem állt le, ott tart, hogy amint megfelelő műszer kialakítására sor kerülne, ennek az elterjesztését forgalmaznak. Tehát végül is összefoglalva a fűtésnek az elérése nem is tervezett, a melegvíz mérése igen. A végrehajtó bizottság tagjai közül többen is felhívták a figyelmet arra, hogy Tatabányán a legnagyobb azoknak a száma, akik nem fizetik ki a távhőszolgáltatás díját, ebből a vállalatnak tetemes kára származik. Ezen a téren feltétlenül javítani kell az állampolgári fegyelem jelenlegi állapotát. A hőerőmű vállalat beszámolójában elhangzott, hogy a bánhidai erőmű rövidesen 3 olajtüzelésű kazánnal gyarapodik. Továbbra is működnek azonban a régi rostélyos kazánok, amelyeknek jobb minőségű, darabos szénre van szükségük. Kapnak a megfelelő minőségű szenet a tatabányai szénbányáktól? Forisek István termelési főmérnök a következőket ígérte. Tudomásul vesszük a bánhidai erőműnek ezen régi kazánokhoz bejelentett igényét. A szükségekhez képest fogjuk ellátni ezt a régi kazán. A tatabányai erőművek ellátása jelenleg is részben oroszlányi szén felhasználásával történik. A továbbiakban gondot okozhat a szén ide szállítása, mind teherautón, mind pedig a vonaton történő szállításnak komoly nehézségei vannak. Ez a probléma még megoldásra vár. A tatabányai szénbányák vállalat beszámolója szerint a vállalat a következő fűtési idényre a tatabányai erőmű a város lakossági és ipari szénigényének biztosítására a szükséges intézkedéseket megtette. Felkészült a Mányi bányaüzem szénvagyonának fokozott ütemű lefejtésére, a csordakoti üzemben a tartalék frontfejtés beléptetésére és a nagyegyházi bányaüzem szintomlasztásos frontfejtéseinek és pásztafejtéseinek folyamatossá tételére. A szezon jellegű megnövekedett igények kielégítése érdekében szabadnapi termeléseket is terveznek. A termelési főmérnök a lakosság számára jó minőségi briket megvásárlásának lehetőségére hívta fel a figyelmet. Kis információval szolgálhatnék. Köztudott az, hogy egy közös beruházás keretén belül a briket üzemünknél is készült egy kiseladási hely, ahol éves szinten úgy terveztük, hogy egy olyan 20 000 tonna briketnek a kiseladását tudnánk elvégezni. Ez két okból is lényeges. Helybe lehet kapni, azonnal jó minőségű brikethez lehet jutni, illetve egy 20 forinttal olcsóbb áron lehet ehhez a brikethez hozzájutni.
A végrehajtó bizottság a beszámolókat elfogadta. Reméljük, hogy a 20 ezer kéménytelen tatabányai lakásban senki sem fog az idén télen fázni. A Komárom megyei MSZNP megyei bizottságának oktatási igazgatóságán pénteken kétnapos propagandista konferencia kezdődött, ahol időszerű gazdaságpolitikai kérdésekkel foglalkoztak a szakértők. A kétnapos megyei propagandista konferencia igazán időszerű politikai és gazdasági kérdésekkel foglalkozhatott az elmúlt héten pénteken és szombaton. Hazánk törvényhozó testülete ezekben a napokban hozott és hoz döntést sorsdöntő, mindnyájunkat érintő témákban. A gazdasági kibontakozás kormányprogramja és az új adózási rendszer bevezetése egyaránt igénylik azt, hogy megyénk politikai aktivistái bővebb tájékoztatást, konkrét eszmei politikai útmutatást kapjanak mindennapi propagandista, felvilágosító munkájukhoz. Szeptember 8-ától 15-ig a centrum mögötti sátorpavilonban a Vasért vásárlással egybekötött árubemutatót tartott. Hogy az itt látható és igen keresett kisgépek, kazánok ugyanilyen választékban kaphatóak lesznek-e majd a jövőben is, erről érdeklődött Samu Tamás. Pornok Lajos a Vasért kereskedelmi vezérigazgató helyettese. Kérem, néhány szóban mutassa be a Vasért tevékenységét. Hát ahogy most idejöttünk, úgy olvastam az újságban, hogy Tatabánya 40 éves város, a mi vállalatunk 39 éves és néhány hónapos, éppen jövőre ünnepeljük mi is 40 éves fennállásunkat. Egy Demigros jellegű nagykereskedelmi vállalat vagyunk, néhány üzlettel, de fő tevékenységünk a nagykereskedelem, és a vasas szakmában az összes elképzelhető árut, a tüzeléstechnikától a kerti szerszámokig árusítjuk elsősorban kiskereskedelmi vevőink részére, hát ilyen a Tatabányai Centrum Áruház is, amelyel már régi kapcsolatunk áll fenn. Ez a bemutató, amelynek a pavilonjában állunk most, ez a napunkban lebontásra kerül. Ez a bőséges áruválaszték, amit most itt látunk, és amelynek nagyon örültek a bányásznap után pénzhez jutó lakosok, ez megmarad-e a későbbiekben? Ez a kapcsolat, ami a centrum és a Vasért között kialakult, ez hogyan folytatódik? Hát nagyon egyszerű lenne most azt mondanom, hogy megmarad, de azt ki kell jelentenem, hogy éppen a bányásznap miatt mi is készültünk erre az egy hétre, és úgy gondoltuk, hogy a tatabányai bányászok részére egy hétig legalább biztosítjuk azt az áruválasztékot, amellyel az ilyenkor szokásos jutalmukat könnyebben, gyorsabban és kényelmesebben költhetik el saját érdekükben. Én nem tudom megígérni azt, hogy ez az áruválaszték ilyen marad. A kapcsolatra föltétlenül mondom, hogy ilyen marad, és megteszünk a továbbiakban is mindent annak érdekében, hogy ez az áruválaszték tekintetében még fejlődjön is. De azt konkrétan tudom, hogy most erre az egy hétre mi a Tatabányai Centrumot kiemelten kezeltük, és ezt folyamatosan nem tudjuk biztosítani. A tatabányai lakosok örültek ennek az akciónak. Mit hozott ez a Vasértnek? Vállalatunknál egy új szemlélet vert gyökeret, amelynek tulajdonképpen már évszázados hagyományai vannak. Mi a vevőket szeretnénk a kereskedelmi tevékenységünk központjába állítani, és mi is tapasztaltuk, hogyha ilyen áruválaszték állna rendelkezésünkre, ez nem is lenne nehéz. Tapasztalatot annyiban hozott, hogy a jó árut mindig el lehet adni, gyorsan el lehet adni, és törekednünk kell arra, hogy a lehetőségeinken belül ezt a jó áruválasztékot a jövőben is próbáljuk megszerezni. A riportban elhangzott egy szakkifejezés, nevezetesen a Vasért Demigros jellegű vállalat. Ez annyit jelent, hogy kiskereskedelmi és nagykereskedelmi értékesítő tevékenységet is folytat, tehát vannak saját névvel jelzett kis üzletei, ahol valószínűleg a kisgépekhez, a kazánokhoz olcsóbban lehet hozzájutni. A másik, amire most figyeltem fel a riport megnézése közben, a Vasért vezérigazgató helyettese azt mondta, új szemlélet van kialakulóban a vállalatnál, a vásárlóközpontú szemlélet. Hát igen, jó lenne már rájönni, hogy nem az az igazán jó üzlet, ha azt tudjuk eladni, ami a raktáron van, hanem ha azt tudjuk kínálni, amit a vásárló keres. Más. Új termék a húsfélék családjába Tatabányáról. Tudomásunk szerint ez az egyetlen termék, a többféle ízesítésű töpörtyűkrém, ami az őszi BMW-n díjat nyert. Nemrégiben a minimális sikeréről számolhattunk be, most egy újabb termékük lett díjnyertes.
Igen, a 86. BMW-re, a Komárom megye állatforgalmi és húsipari vállalat, a tepertőkrém termékcsaláddal nevezett. A termék az előzsűrizésen is sikerrel szerepelt, amiben bíztunk is, mert a termék mellett szól, hogy egy termékcsaláddal indultunk, ami ötféle ízesítésű, grillfűszeres, mustáros, borsikás, vöröshagymás és fokhagymás ízesítésűek. Termék mellett szól, hogy az olcsó árfekvésű kategóriába tartozik 44 forint az ára, könnyen gyártható, az alapanyaga biztosított, tepertő, sült tepertő. A menet közben a vállalat megoldotta a gyártmányfejlesztés mellett a gyártásfejlesztést is. Ez mit jelent? Rendelkezik egy FEMAC töltővel, pározóval és klipszelővel, ami ezt a megjelenési formát tudja biztosítani. Én úgy vélem, hogy ezt a terméket éppen azért nem is dekára, hanem darabjára fogják kérni, mégpedig olyan ízesítésben, amivel a fogyasztó tetszését megnyerjük. Lehet ezt mindenütt kapni? Lehet mindenütt kapni, a rendelés függvénye a legkisebb gyártandó tétel 50 kg. Bízunk benne, hogy a rendelés ettől sokkal több lesz. Szombaton a Népházban legféltettebb kincsünkről, a szemünk világáról tanácskoztak. A második tatabányai műlencse szimpóziumot szombaton rendezték meg a Népházban. A tudományos ülés szünetében dr. Salac Györggyel, a Magyar Szemész Társaság főtitkárával, valamint dr. Futó Gábor szemész főorvossal beszélgettünk. Második alkalommal gyűltünk össze itt Tatabányán a hazai műlencse beültetés problémáinak a megtárgyalására. Nagy öröm és számunkra, hogy Tatabánya felvállalta ennek a problémának a megszervezését, és immár másodszor gyűlhetünk itt össze. Másrészt azért is nagy öröm ez, mert azt tapasztalhattuk, hogy Magyarországon elterjedőben van a műlencse beültetés, hiszen itt országszerte végzett műlencse beültetések tapasztalatairól van már szó. Méghozzá nem is kis számú beültetésekről, úgyhogy kellő tapasztalattal rendelkező kollégák adják át itt egymásnak a tapasztalataikat, és osztják meg gondjaikat. Természetes, hogy minden műtéti beavatkozás komplikációkat, szövődményeket rejt magába, ugyanígy van ez a lencse beültetéssel. Ez nem csak hazai viszonylatban, hanem világszerte ugyanilyen problémákkal kellett a szemorvosoknak megküzdeniük. Itt most a szimpózium alkalmával ezeknek a szövődményeknek a mikéntjéről, mienségeiről folyik tanácskozás, és egyúttal ezek kivédésének a lehetőségeit tárgyaljuk meg. Mit tud ebből hasznosítani a megyei kórház szemész főorvosa? A tatabányai szemosztályon igyekszünk a legmodernebb műlencséket beültetni, amiknek a komplikációs rátája a legkisebb. Erre vonatkozólag mindig tanul az ember. Olyan tapasztalt főorvosok tartottak előadást, akiknek már több százas beteganyaguk van, és őszintén elmondják a problémákat is, mindig jobb, ha az ember más kárán tanul. Ezen kívül a műszerezettségben is komolyat léptünk előre. Egy olyan modern svájci operációs mikroszkópot kapott a kórház két nappal ezelőtt, amivel sokkal biztonságosabban végezhetők el ezek a műtétek. Most pedig néhány információt szeretnék felolvasni. Az elsőnél kisztaguk figyelem. A Városi Kisbizottság express csoportot indít a Szovjetunióba, a Csecsen-Ingus Autonóm Köztársaság fővárosába, Groznyba. Erre az útra várnak még jelentkezőket szeptember 24-ig. Jelentkezni lehet a KISZ Városi Bizottságán, vagy bármelyik KISZ szervezet titkáránál. Az utazás ideje november 4-től 12-ig terjed, 8 napos a túra. A részvételi díj 8050 forint, az utazás repülővel történik, az utazás útvonala pedig Moszkva, Grozny, Moszkva, ahol az utolsó három napot töltetitek. Tehát még egyszer, aki utazni szeretne, jelentkezhet a KISZ Városi Bizottságán, vagy bármelyik KISZ szervezet titkáránál.
Egy hét múlva újra jelentkezik a fiatalok órája, de nem a szokott időben, 18 órakor, hanem 19 órakor, a rendes adásidő kezdetekor. A jövő nemzedéket jelenünk neveli. Nem mindegy tehát, hogy milyen módszerekkel, milyen körülmények között. A most következő közel 5 perc elsősorban a kisgyerekes, a bölcsödés korú gyermekek anyukájának szól, de üzenet mindazoknak az apukáknak, nagymamáknak és nagypapáknak, akik aktív részesei kívánnak lenni gyermekük, unokáik első közösségi életének. A bölcsödei beszoktatásról lesz szó. Mikor célszerű elkezdeni a bölcsödébe a beszoktatást? A legjobb megoldás az, ha a szülő minél korábban keresi fel a bölcsödét gyermeke bölcsődei felvétele ügyében. Ez a legjobb, ha néhány hónappal előbb bejön a szülő a bölcsödébe, és ezután intézi a munkahelyén a gyed, illetve a gyermekgondozási segély megszakítását. Tatabányán, és azt hiszem most már mindenhol az országban, kétféle beszoktatási módszer létezik. Az egyik az úgynevezett anyás beszoktatás, a másik pedig a hagyományos beszoktatás. Kérem, hogy néhány szóban hasonlítsa össze, hogy mint módszer, miben különböznek egymástól? Hát a fokozatos beszoktatás szülő nélkül, ez a korábbi évekre volt jellemző. A szülővel történő fokozatos beszoktatást szeretjük mi a legjobban a munkaterületünkön. Kérem, hogy mondja el nekünk, hogy mi a legfontosabb, amit egy szülőnek tudnia kell ahhoz, hogy a gyermekét nyugodtan hagyhassa a bölcsödébe, és hogy a gyerekkel különösebb problémája se otthon, se pedig a bölcsödébe menet ne legyen. Hát én úgy gondolom, hogy a szülőnek mindenképpen ismernie kell azt a környezetet, ahová a gyermeke be fog kerülni. Elsőként meg kell ismernie a gyermek gondozónőjét. Erre a megismerkedésre lehetőség van itt a bölcsödében, ezt követően pedig a családlátogatáson. Az első családlátogatást a családot jól ismerő védőnővel együtt végzi a gondozónő, a második családlátogatáson a gondozónő már egyedül keresi fel a családot, és ismerkedik a gyermekkel. Eddig itt anyás beszoktatásról beszéltünk. Végül is szoktathat apuka is, vagy talán nagymama is? Igen, örömmel várjuk az apukákat is itt a bölcsődében, és már volt több apás beszoktatásunk is, és nagyon jól együtt tudunk működni az apukákkal. Az anyuka, aki már szoktatott mind a két módszer szerint, szoktatott úgy is, hogy hosszabb, rövidebb időre, illetve fokozatosan meghagyta a gyermeket a bölcsödébe, és szoktatott úgy is, hogy itt volt mellette. Milyen volt a gyerek viselkedése a hagyományos módszernél? Hagyományos módszer szerint nagyon nehéz volt beszoktatni a kisfiamat. Rövid időre hagytam egyedül a bölcsödében, nem töltöttem vele rövidebb, hosszabb időt sem. És mikor érte mentem délután, nagyon sírt, annyira sírt, hogy a haja csurom víz volt, és aztán én is együtt sírtam. És mennyiben változott a helyzet a második gyereknél, amikor is már anyásan szoktatott? Azt hiszem, hogy nagyon megnyugtató, nyugodt szívvel hagyom itt a kicsit a bölcsödében. Tudom, hogy megismerte a gondozónőit, a gondozónő is megismerte a gyereket, és a gyerek szívesen jön a bölcsödébe. És a gondozónő, aki szintén mind a két módszer szerint próbált segíteni az anyukáknak, hogy a gyereket nyugodtan hagyhassák a bölcsödébe. Mi a tapasztalata? Melyik gyerekkel volt könnyebb bánni a bölcsödébe? Melyiket volt könnyebb megismerni? Hát lényegesen könnyebb helyzetben van a gondozónő, hogyha az utóbbi módszert alkalmazza, az anyás beszoktatást. Ennek az anyás beszoktatásnak rengeteg előnye van a gondozónő számára is, a szülő számára is, és a gyermek számára is. Hisztis gyereke volt-e már, akit nem tudott leszerelni, és anyás beszoktatással szoktatták? Nem volt. Tulajdonképpen az a plusz idő, amit a gondozónők arra fordítanak, hogy a családot és a gyereket megismerjék, az bőven megtérül azzal, hogy utána a gyerekkel itt a bölcsödében sokkal kevesebb az ilyen jellegű probléma? Bőven megtérül, és ami másik nagy előnye, az, hogy annál fogva, hogy nem okoz gondot az alvás, nem utasítja vissza az ételt, és nagyon kevés
Szinte nem is fordul elő az anyás módszerrel beszoktatott gyerekeknél ilyen heves tiltakozási reakció bizonyos dolgok ellen. Azáltal kiegyensúlyozottabb lesz, ez visszahat az egészségi állapotára is a gyermeknek. Az anyáson beszoktatott gyerekeknél az a pozitív tapasztalatom, hogy sokkal később esik az első megbetegedési időpont. Van olyan gyerek, aki 2-3 hónapos bölcsődébe járás után lesz először beteg. Mit jelent a gondozónő számára? A gondozónő számára is sokkal jobb az anyás beszoktatás. A gondozónő megismeri azokat a módszereket, amit az anya alkalmaz a gyerek megnyugtatására, amit étkezésnél alkalmaz, az alvási szokásokat hogyan közvetíti a gyerek felé, és hát mind a gyermek beilleszkedését szolgálják. Aki szereti a fúvós hangszereket, aki szereti a szép táncot és a jó hangulatú rendezvényeket, bizonyára ott ült múlt héten csütörtökön a Bányász Művész Együttes gála estjén. Összefoglalót Samu Tamás hozott. Kettős évfordulót ünnepeltek csütörtökön este a Népházban. A ház 70 éves születésnapját és a Bányász Művész Együttes megalakulásának 30. évfordulóját. A kimerítő ünnepi emlékező szavak után kitüntetés átadásra került sor. A legtöbb elismerést, köztük a szocialista kultúráért kitüntetést maga az intézmény, a Népház kapta. Természetesen azokat is kitüntették, akik az elmúlt évtizedekben sokat tettek a közművelődési munka és a művészegyüttes sikerei érdekében. Gazdára találtak az ipari miniszter, a SZOT, a Városi Tanács és a Hazafias Népfront által adományozott elismerések. Ezek után került sor a művészegyüttes gála műsorára. Elsőként a vegyes kórus szerepelt Murányi Ferenc és N. Lőrinci Margit vezetésével. Szólót énekelt Vécseini Preg Györgyi. Vegyes kórust a táncosok követték. A Népi Tánc Együttes művészeti vezetője Petőné Novák Tünde. Thank you.
közel 3 órás versekkel, dalokkal és prózával színesített műsor a Fúvó zenekar szereplésével fejeződött be. A karmester Farkas Tamás. Szeptember 18-án pénteken este 7 órakor az Ótelepi templomban orgona hangverseny volt. Csodálatos hangverseny részesei lehettek, akik pénteken este 7 órakor helyet foglaltak az Ótelepi templom széksorai közt. Barokk és klasszikus zeneművek csendültek fel itt, Csanádi László orgonaművész, Lentulai Attila énekművész és Varjú László trombitaművész jóvoltából. Ízelítőül hallgassák most meg Telemann F-moll trombita versenyét. Thank you.
Most pedig sportösszeállításon következik. Nyilván a foci rajongók már nagyon várják az UEFA Kupa mérkőzéséről készült összefoglalót. Ezután a Széchenyi Tömegsport Egyesület rendezvényéről láthatnak néhány képet Petke Ferenc tudósításával, és utána pedig az amatőr teniszversenyről. Csapó szabadrugásával kezdjük összefoglalónkat a Gimárasz elleni UEFA Kupa mérkőzésről. Cirhel volt az, aki közelről mellé fejelt. A bányászból hiányzott Kiprik, Schmidt és Lakatos is. Utóbbi kettő eltiltás miatt, Kiprik sérülés miatt. Sajnos a mérkőzés második fél idejében Plotár is a maróbiak közé tartozott, ugyanis váll sérülése miatt nem tudott pályára lépni. Itt épp egy portugál helyzetet látunk, közelről ez a fejes is kimaradt szerencsére, kis teszi ki a labdát. Támadásban a portugálok, kis jól jön ki, és még remekebbül látja meg azt, hogy Erol Vince egyedül van, aki becsapja jövőjét. Nézősereg felhördül, sajnos hiába, ugyanis Jesus találja el, aki a portugál kapit jól őrizte. Egészen addig, amíg nem következett a számunkra legkedvezőbb fordulat, de adás kiejti és Plotár betokozza a bányász első gólját. A portugál kapus még reklamál, de hogy nézzük meg, hogy igaza volt-e. Szóval Vince József középre ad, a kapus kiejti és Plotár betokozza. Szó sem lehet a szabálytalanságról. Szóval 1-0. Tökéletes a boldogság, láttuk a további gólokat. Mint később kiderült, ezek azonban elmaradtak. Nem viselt el a csapat a három játékos hiányát. Olyannyira nem, hogy a portugálok egyre veszélyesebben támadtak. Itt épp kipülő lövését védtek is. Csapó bedobás, ez már a második félidő eseménye. És Pinot közeli lövését ismét Jesus védi. Támadott a bányász, vagy mondjuk inkább úgy, hogy erőlködött, ugyanis rendre meghiúsultak gólszerzési lehetőségek. A portugálok viszont higgadtan, nyugodtan az 1-0-ás bányász vezetés ellenére sem estek kétségbe, és Carvalho, Beni és René vezetésével nagyszerűen játszottak. Nyoma sem volt fejetlenségnek, kapkodásnak. A bányászt viszont szorította az idő, éppen ezért hosszú előadásokkal operált, ez azonban sajnos nem ért be. Mind inkább fölénybe került a második félidő közepére a vendégcsapat. Már most épp Vince szólóját látjuk a jobb szélen. Remekül megy el Nené mellett. Középre adott labdát Csapó csúsztatja meg, sajnos kimaradt ez a helyzet, pedig jó lett volna, ha bemegy. Utána megint Vince a főszereplő. Megforgatja megint Nenét. A középreadás azonban gyakra fog. 78. perc, Carvalho hozza fel a labdát és adja Kájónak, aki csereként állt be és kis has alatt belövi az egyenlítő gólt. Hát ennél fájott találatot mostanában nem kapott a bányász. Ez borzasztóan megnehezíti majd a visszavágón a helyzetünket. Vince lövését még védi Jesus. Ez volt talán a mérkőzés utolsó nagy helyzete. Talán, hogyha Kiprik felépül, Schmidt is játszhat, és Plotár is rendbe jön, akkor talán több esélye lesz a bányász együttesnek kint Portugáliában, bár 30 ezer fanatikus portugál néző előtt egy betonkatlanban, hát nem irigyeljük a fiúkat. De egy kicsit talán saját maguknak tették nehézé. Hisz nem vonultatott fel olyan igazán nagy erőt ez a portugál csapat. De az is lehet, hogy csak ennyit mutattak. Bízunk benne, hogy ez a valós kép, és hogyha a bányász felnő, akkor... A Széchenyi Tömegsport Egyesület rendezvényéről Petke Ferenc hozott tudósítást. Lokker Ferenccel, a Széchenyi Tömegsportklub elnökével beszélgetünk. A háttérben épp egy kis pályás torna folyik. Mi is ez tulajdonképpen? Felső Galla
fennállásának 250. évfordulója tiszteletére rendeztük ezt a tornát, ahol a Tatabányai Bányász Öregfiúk csapata, a Környei Medosz Öregfiúk csapata és a Széchenyi Tömegsport Egyesület vesz részt. Esélyekről, hogyha mondaná valamit? Hát túl vagyunk az első mérkőzésen. A TBSC csapata 4-1-re verte a Széchenyi Tömegsport csapatát, és jelen pillanatban a második mérkőzésen Széchenyi és a Környei Medosz csapata játszik, az eredmény pillanatnyilag 0-0. És a végső győzelemre ki az esélyes? Úgy tűnik, hogy a Tatabányai Bányász Öregfiúk csapata minden szempontból a legképzettebb csapat. Összeszokottak, sokszor játszanak együtt, és az eredmény, az első eredmény ismeretében is az várható, hogy ők fogják nyerni a tornát. Mikor önt kerestem, azt mondták, hogy ön a csapat szövetségi kapitánya, más bajnokságban is indulnak? Hát a fiúk kértek meg, hogy a cseréket bonyolítsam le. Amikor valamilyen tornán részt veszünk, akkor általában együtt vagyok a csapattal, részt veszek az eseményeken, de különösen megbízásom ennek a kapitányi tiszt betöltésére nincsen. Hát a héten, csütörtökön és pénteken is egy környezetet egy kicsit igyekeztünk rendbehozni. Lenyírtuk a pályát, igyekeztünk úgy előkészíteni, hogy jó érzést, jó érzése távozhassanak majd innen a torna után a vendégeink. A Tatabányai Közösségi Televízió szervezésében szombaton délelőtt lezajlott amatőr teniszversenyről készült tudósítással zárjuk műsorunkat. Volt hölgy szurkoló, aki kötéssel foglalta el magát a sorsolás idejére, míg a benevezett 22 versenyző inkább magára a játékra készülődött a Tatabányai Közösségi Televízió amatőr teniszversenyén, amely a Szűv és a Kométer pályáin zajlott. A 16-os főtáblára 10 kerültek fel, míg a fennmaradó 6 helyért 12-en selejtezőt játszottak egymással íme a díjak, és ebben a pillanatban elkezdődik a verseny, a játékosok még nézőként, később természetesen pályára kerültek. Slavocki Ferenc a Dorogról érkezett. Mikor ismerkedtél meg a játékkal? 39 éves koromban volt. Nehéz volt elsajátítani? Hát nekem az alapfogások megvoltak, mert a pingpong, az asztaltenisz az... Hát rokon sportja az tenisznek. Hát mondjuk a játékon látszik is, hogy nem úgy játszom, mint az igazi teniszedők. Elsőség Gábor, a kvalifikációba jutott fel a 16-os táblára. Hol hallottad a verseny hírét? A kábel tévén. Örülök, hogy nyíled az adásainkat. Azt most nem kérdezem meg, hogy tetszik-e, hanem azt kérdezem inkább, hogy hogyan érezted magad a versenyen. Hát, meg voltam ijedve először. Aztán összejött minden az első meccsen. De a második, amivel kikaptam. Ez már vasárnap délelőtt a harmadik helyért folytatott küzdelem. Háttal nekünk Fehérben Juhász László, aki a nehezebb ágról került ide, és majdnem döntős lett. Velünk szemben Vincs Lajos egy emeléssel kísérletezik, nem sikerül neki, Juhász adogat. Egy kicsit hosszabb labdamenet következik, azt hiszem ez betudható annak is, hogy a versenyzők alaposan elfáradtak, mire idáig eljutottak, és hogy mennyire azt a következő képsorok is bizonyítani fogják. Juhász egy rövidítésre indul, átemelés, ezt még megüti, egy hosszú ütés Vincs Lajos részéről, és most ebben a pillanatban begörcsöl a lába,
Juhász Lászlónak, úgyhogy fel kell adni a játék nélkül a mérkőzést. Ez pedig már a döntő, háttal nekünk Sipos Zoltán, aki szintén a könnyebb ágról került talán be a döntőbe, velünk szembe Kuhár Péter. Az ő adogatását látjuk. Most a mérkőzés egyébként nagy izgalmakat hozott, hiszen az első játszmát Kuhár nyerte meg 6-3-ra. A második játszmában már érvényesült Sipos játéka, aki nyesett labdákkal alaposan felbosszantotta ellenfelét, meg is nyerte 6-1-re, és a harmadik döntő játszmában vagyunk már az utolsó pontnál, és ebben a pillanatban megvan a Tatabányai Közösségi Televízió amatőr teniszversenyének győztese Sipos Zoltán személyében, második pedig Kuhár Péter lett. Nagyon jó verseny volt 22 indulóval, úgyhogy azt hiszem úgy tűnik érdemes lesz folytatni, majd győztesek első Sipos Zoltán, második Kuhár Péter, harmadik Üncs Lajos. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra jövő héten hétfőn 19 órakor.